Hát nem is inkább, szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videónak a témája igazából az lenne így nagyjából, igen, hogy én most az érettségi miatt ugye olvasok egy rakás kötelezőt, ami szóbeli tétel. És feltűnt így a legutóbbi alkalmával, amikor azt olvastam, hogy álljon meg a menet. Hol vannak a női írók a kötelezők közül? Mert egyik se. Tehát az össze, 12 könyv van, ami konkrét könyv, és el kell olvasni az érettségire, vagy hát így a tételekben benne van. És mind a 12-t férfi írta. És ez, emiatt elkezdtem gondolkodni, hogy igazából nekem az iskolai pályafutásom alatt, 12 év alatt egyszer nem mondta azt a tanár, hogy jó, akkor most itt van ennek az XY nevezetű női írónak a könyve, ezt olvassátok el, és majd következő órán beszélünk róla, mert ilyen sose volt. És ezen kicsit felhúztam magam, ezért úgy gondoltam, hogy most úgyis nőnap van, tegnap volt, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor nézzük már meg ugyan, hogy hol vannak a női írók, és hogy milyen könyveik vannak. Mert hogy egy emlékem van, jaj, de igen, egyébként ezt úgy mondom, hogy az én iskolámban eddig 12 év, illetve 8 és 4 év alatt nem kellett kötelezőként női írót olvasnom más iskolában, lehet, hogy oda mentek másokhoz. Más iskola az más dolog. Az én iskolámról van jelen pillanatban szó. És emlékszem, hogy egyszer tizedikben, vagy igen, inkább tizedikben az angol romantikát tanultuk. És valamiért kerestem a könyvben, gondolom tanulni akartam, vagy ilyesmi, és megláttam, hogy hoppáka, benne van a könyvben Jane Austentől a Büszkeség és Paris élet. Igaz, hogy csak kb. Másfél oldal volt róla a könyvben, de volt benne életrajz és a könyvről is írva. És én addigra már olvastam a Büszkeség és Paris életet, és megörültem, hogy tök jó, tanulni fogjuk Jane Austent. Aztán kb. 2 óra múlva fejre estem, mert csalódnom kellett, ugyanis a Jane Austen tanulása órán az annyi volt, hogy megemlítettük, hogy igen, van Jane Austen, és mellé megemlítettünk még néhány másik női romantikus angol költőt, és mentünk tovább Byronékkal. És akkor ott ültem, hogy tök jó, végre egy könyv, amit olvastam volna szívesen is, meg nem tudom, és női lett volna, de hát jó, akkor nem. És most elkezdtem gondolkodni, hogy igazából a 4 év alatt említettek-e valaha is így női szerzőt, akármikor irodalom órán, és így nagyjából 3 nevet, hogyha föl tudok sorolni, és abból egy magyar. Azt hiszem, most nemrég tanultunk Kafka Margitnak így a nevét, meg lett említve, fogalmam sincs, hogy mit csinált, mert nem tanultunk róla. Tudom itt Jane Austent, és majd valamikor még mostanában idén tanuljuk Szabó Magdát. Vagy csak megemlítjük valószínűleg, mert biztos nem lesz róla szó. És még annyi, mert ez nem is tudtam, hogy benne van a 11-es tankönyvben, pedig benne van, csak így átugrottuk. Az pedig a Bronte nővérek, akiknek szintén van egy-két-három oldala az irodalom tankönyvben, nagyon tömören és nagyon semmit mondan, ugyan, de benne vannak, és azt is csak így átugrottuk. És ezen felhúztam magam, hogy az összes férfi íróról, költőről oldalakon át kell tanulni, nem tudom, mindenféle elemzést meg ilyeneket, el kell olvasni az összes könyvet, és amint női szerző jönne, őt csak így átugorjuk. Úgyhogy most hoztam néhány olyan könyvet női szerzőtől, amik simán részét képezhetnék a tananyagnak, mert vannak olyan jelentőségűek, mint a férfiak által írt könyvek. És ráadásul ezek olyan könyvek, amiket nekem is el kéne olvasnom, vagy egy-két esetben már olvastam. De mindenféleképpen sorra akarom őket keríteni. Akkor kezdem azzal a kettővel, amiket már olvastam. Az egyik ilyen Jane Austentől a Büszkeség és balítélet, de úgy Jane Austen általában, akármelyik könyve, most már a regényeit olvastam. Mert vannak még neki novellái, amiket kellene, de benne van a tankönyvben, és átugrottuk. De egyébként azért is van benne a tankönyvben, mert hogy Jane Austen könyvei, és főleg ez a Büszkeség és balítélet,
ez nagyon gyönyörű társadalom kritikát ad így a Angliáról, és én tudom, mert emlékszem, oda le is volt írva a könyvben, direkt még néztem is, hogy gondoltam, tök jó lesz végre, tudok majd valamit előre, és nem, úgyhogy nem értem, hogy ezt miért nem kell elolvasni, a, mit tudom én most melyiket mondjam példának, úgyis valaki fogja majd magát és ellenpéldázik, de mindegy. Úgyhogy nem értem, hogy ez a könyv miért kevésbé fontos, mint egyik másik 19. századi másik könyv. Másik könyv, ami szintén 19. századi, és jó, ez most, ez fog kilógni a sorból, mert ez egy gyerekkönyv, bár én nem adnám gyerekek kezébe. Ez pedig Anna Sewell-től a Fekete szépség. Mert ez szerintem így, hogyha valaki gyerek és szereti a lovakat, akkor ez az egyik olyan történet, ami ilyen alap és tudja nagyjából. Legalábbis én nálam ez volt ilyen 6 millió féle Fekete szépség adaptációt láttam filmen, de minimum 4 volt. És ez a könyv meg szerintem egyébként azért fontos, mert jó, állatok, meg nem olyan dolgok vannak benne, amik tipikusan kötelezőkben, nem is mondom, hogy ezt kötelezővé kéne tenni. De ez is 19. századi, és kisebbeknek is való, szóval, és egyébként az állatokról szól, és arra, hogy az emberek hogyan bánnak, és milyen kegyetlenül bánnak az állataikkal, és hogy miért nem kellene ezt tenni, úgyhogy ez is teljesen nevelő célzatú könyv. Na, már itt emlegettem a Bronte nővéreket. Az egyik könyv, amivel adós vagyok így a klasszikus irodalomnak, az az Üvöltő szelek, és egyébként ezt most nézem, hogy ez csak ilyen rövid. Na mindegy, ez is az, amiről volt másfél oldal a könyvben, de nem vettük. És ez az Emily, igen. És a Charlotte Bronte-tól pedig a Jane Eyre. Mert ezzel is adósra vagyok még a klasszikus 19. századi irodalomnak. Azután Mary Shelley-től a Frankenstein, szintén ide sorolható, ez pedig szintén 19. századi könyv. Ez mind 19. századi könyv, majdnem. Ez is egy olyan klasszikus történet, hogy mindenki tudja Frankenstein alakját így nagyjából, de például nekem nagyon sokáig nem volt tudatosan így bennem, hogy ez egy regény alapján jött létre ez a karakter, és azt végképp nem tudtam, hogy ezt egy nő írta. Tévhintben értem nagyon sokáig. Ami nem jó dolog. Mert hogyha én ezt tudom, akkor előbb fel tudom tenni a várólistámra, és el tudom olvasni minél előbb. Tudom, mert ez egyik sem magyar könyv. És ezért gondolom, hogy kevesebb figyelmet szánunk neki magyar irodalomból, de Harper Lee-től a Ne bántsátok a fekete rigót, az ugye Amerikában ez az egyik legfontosabb kötelező olvasmány. És ezt is be kellene pótolnom, mert ez kb. Ez a nővérem egyik kedvenc könyve, szóval már innentől ilyen el kell olvasnom kategóriába esik. De ez egy elég elismert könyv, és nem, meg se volt említve. Jó, van, tudom, éppen magyar irodalmat veszünk. Szintén kiemelkedő női szerző, Virginia Woolf. Ez a könyv pedig most a Mrs. Dalloway. Tudok Virginia Woolf írói munkásságának a létezéséről, de ő is egy olyan szerző, akiről soha szó sem esett. De nem érdekel, hogy nem magyar, az érdekel, hogy a női szerzőket, mert tudom, hogy egyszer irodalom órán még a tanárom meg is jegyezte, hogy hát igen, ő tudja, hogy nem veszünk nagyon női írókat, megemlített egy női írót példának, és most nem jut eszembe, hogy ki volt, és mondta, hogy de hát őt se vesszük, mert nem volt olyan jelentős. Jó. Oké. Értem. Ja. Az egyetlen női szerző, akitől tudom, hogy vettünk is valamit, az Szafó volt. És így ennyi. Vettünk tőle 3 verset. Az utolsó könyv pedig, amit most azt szerintem ez se olyan, ez mondjuk nem olyan kategória, mint az előzőek. Viszont ez az első világháborúnak
Lényegében a megörökítése és közben egy életrajzi könyv is, ez pedig Vera Brittentől a Testament of Youth. Most ez nem ilyen a kötelezőkhöz tartozó könyv, de ez egy nagyon jelentős első világháborús alkotás, amiről így valószínűleg nem sok ember hallott, pedig ez így az írónő halála után lett jobban elismert ugyan, de ez egy nagyon egyedi megörökítése az első világháborúnak. Ráadásul ugye félig életrajzi is a dolog, tehát hogy Vera Brittan meséli el, hogy milyen volt megélni a világháborút. És ezt a könyvet nagyon régóta el akarom olvasni, csak tudom, hogy fájni fog, és ezért még tartózkodom tőle. De sorra fogom keríteni, már csak azért is, mert most felhúztam magam a kötelezőkön, és ez most ilyen motivációt indítottál bennem. Ezzel a videóval lényegében az lett volna a célom, hogy megmutassam, hogy igenis vannak jelentős női szerzők a világirodalomban, és hogy nem csak azok vannak, amiket az orrunk alá dugnak irodalom órán, hogy ezt most el kell olvasnod. Mert igenis ott vannak a női szerzők, akikről alig ha beszélünk valamennyit, és többet kellene. És most ez az egész kupac, ez megy föl szépen a közeljövőben el kellene olvasnom listámra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!